herkesin karanlığı kalbinde. Magyar hangok. Kelemen Kata. Gizli bir yara. Mészáros András. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Kis Erika. Nemes Takács Kata. Belki şimdi gece. Nagy Katica. Téglás Judit. Pap Kati. Kékesi Gábor. Boşluktayım. Geri Tamás. Paramparça. Markovics Tamás. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Napsugár. Söyle yüreğim. Asszonyom, még egyszer nagyon köszönöm. Majd beszél. Elif, jól vagy? Mondtam, hogy az én felelősségem. És megígérted, hogy kimaradsz belőle. Miért csináltad? Ezt nem értem. Mi történt? Mégis hogy képzeled, hogy kifizeted a tartozásaimat? Elif! Később el akartam mondani. Mit gondoltál? Kinek hiszed magad, hogy beleavatkozol az életembe? Elif! Elif! Elif, hallgass meg! Elif, csak hadd magyarázzam meg! Hagyj békén! Kértem, hogy bízd rám! Megbíztam benned! Günes és én is bíztunk benned, Firat! Elif, állj már meg! Hallgass meg! Bár sose találkoztunk volna! Tűnj el az életünkből! Csak egyszer hallgass végig, kérlek! Nézd csak! Hagyd békén! Nem kell a pénzed, sem az állás. Úgyhogy felmondok. Ne csináld ezt! Gyere, Günös! Elif! Fülje, gyere te is! Felteszek most neked egy kérdést, és te őszintén válaszolsz. Kié a gyerek? Azt kértem, válaszolj! Kié a kisgyerek? Anya, hogy jön ez most ide? Beszéltem Dilával. Azt mondta, tőle kérdezzem meg, kik a kislány szülei. És te hallgatsz rá, engem meg kérdőre vonsz, az ég szerelmére. Firat, utoljára kérdezem. Tiéd az a gyerek, vagy nem? Hogy lenne az enyém? Akkor Dilá miért mondana ilyet? Magyarázatot várok! Mi ez a vita Dilá és köztek? Jogom van tudni! Elég ebből.
Tényleg nem érted? Dila haragszik ránk, amiért bevittük a kórházba. Játszik velünk, csak bosszút akar állni. Te pedig segítesz is neki. Most menj haza. Otthon beszélünk. Firat! Hova mész? Nem gondoltam, hogy ilyen későn jössz értem. Azt hittem, azonnal ide rohansz. Nézd, szerencsétlen Firát csak segíteni akart. Hagyhattad volna, hogy megmagyarázza. Mit magyarázzom meg? Miért? Ki ő nekem? Miért üti az orrát az életembe? Semmi joga hozzá. Megígértettem vele, hogy kimarad belőle, megkértem rá, ez az én ügyem, nem kell a segítsége, és erre ő... Nyugodj már meg, jól tetted, hogy pofán csaptad azt a német. De mondd, miért kell nekem ezt elviselni? Miért kell eltűrnöm, hogy bárki ilyen megalázó helyzetbe hozzon? Miért kell nekem a nyilvánosság előtt bárkivel is vitatkozni? Elég ebből, elég! Megfulladok, alig kapok levegőt, elég volt, elég! Nem fogom hagyni, hogy bárki beavatkozzon az életembe. Eladom ezt a rongyot, vagy akármelyiket, hogyha szükséges, és felnevelem Günest. El is tudom tartani magunkat. Nincs szükségünk senkire, se rá, se senki másra. Drágám, próbálj meg lehiggadni, mert ezt Günest is hallja. Az egyetlen, akiben bíztam, 10 éven át hazudott nekem. Nem tudok már bízni senkiben. Nem követem el újra ezt a hibát. Elif, én nem vagyok senki. Hisz mi inkább barátok vagyunk, mint üzlettársak. Olyan vagy, mint a testvérem. Gyere, pakoljunk itt össze, csomagoljunk, és átmegyünk hozzám, ott majd minden rendben lesz. Hogy mennék át hozzád, hiszen ott van Gülümszer néni, felejtsd el. Elif, most már kezdek pipa lenni. Gyerünk, pakold össze a cuccot. Mondd, hogy mondjam el ezt Günesnek? Mit fogok most neki mondani? Olyan kicsi még. Mennyi szörnyűséget kell átélnie? Thank you.
Milyen élethűen rajzoltál le. Még a hajam is göndör. Günes, mit szólnál, ha egy ideig Füliánál laknánk? Hiszen Füliát már jól ismerjük, eddig is jól kijöttél vele. Dilájászhoz jöttem. Pillanat, türelmet, már is megnézem. Sajnálom, de nem lehet. Látogatási korlátozást vezettünk be. Akkor hadd beszéljek az orvossal. Figyelj! Füliának is szép lakása van. Sőt, onnan még szebb a kilátás. És képzeld, egy vidám park is van mellette. Egyszer elmegyünk majd oda? Pici hercegnőm. Tudod, amikor sátoroztunk a csillagos ég alatt, emlékszel még, mit mondtál nekem? Hogy én vagyok a te otthonod. Miután ezt kimondtad, azt hittem, még együtt vagyunk, az sem számít, hogy hol élünk. Egy kunyhóban, a hegytetőn, vagy kint a szabad ég alatt. Mert amíg együtt vagyunk, amíg velem vagy, addig boldogok vagyunk. Ezt most is így érzed, Günes? Mondd, boldog vagy velem? Köszönöm. Én is boldog vagyok veled. Boldog, hogy vagy nekem. Csillagot is vigyük. Nézze, Firat úr, csak azért engedtem be hozzá, mert családi ügyről van szó. Viszont nem szabad elfelejteniük, hogy ez itt egy kórház, ahol szabályok vannak. Világos, értettem. Akkor beszélhetnék végre a húgomban? Csak én. Rendben, de fogja rövidre. A rendelőmben várom, és bármi folyik itt, vessen véget neki. Dila! Bátyus? Hogy nézel ki? Hová mész?
Elmosódott a sminkem? Várj, gyorsan rendbe rakom. Fejezd be ezt a színjátékot! Egész végig csak játszottál velem, igaz? Az ájulás, az emlékezetkiesés, a hisztiroham! Mindez azért, hogy eltitkolt, hogy Günes a te lányod. Igen. Másra számítottál? Hűha! Úgy látom, anyával nem sikerült dűlőre jutnod. Na és mit mondtál neki? Mit találtál ki? Nem árultad el, hogy Günes a rokonod, igaz? És azt se, hogy az én lányom. Sajnos nekem kell eléállnom. Mi ezzel a célod? Ha? Semmi. Csak meglépem, amit te nem tudtál. Elmesélem anyának, hogy van egy szép unokája. Ja, kicsit későn, de mindegy. Ezt nem teheted meg. Miért? Te is sok mindent megteszel. Például bezáratod a hugodat egy diliházba. Engem mi tartson vissza? Te is magamra hagytál Firát. Most én hagyok magam mögött mindent és mindenkit. Nem engedem. Biztos? Gondold csak át. Anya meg tudja. Elmegy a nőhöz és hazaviszi a kislányt. És úgy neveli majd fel, ahogy régen engem. Például bezárja, ha valami rosszat csinál. Egész éjjel a sötétben. Szegény Günes. És ha elkésik a vacsoráról, akkor éhesen mehet aludni. Megfestítokban talán őt is megszánja egy kis kekszel. Végignézheted, ahogy végignézted az én gyerekkoromat. Ismételhetsz. Csak ezúttal, mint nagybácsi. Elég legyen! Miért? Nem akarsz egy újabb dilát? Nem szeretnéd, ha szerető anyánk Günesből is ilyen embert faragna? De hallgathatok is. Anya sosem fogja megtudni. Mostoha anya és lánya boldogan élhetnek. Persze. Csak ha még ma kiviszel innen. Elif asszony. Csak nem elköltöznek. Csak egy időre. A barátnőmhöz megyünk át. Sajnálom. Olyan régóta voltunk szomszédok. Bár tudom, ez most nem sokat segít. Néha az ember olyan dolgokra kényszerül, ami kényelmetlen. Igen, milyen igaz. De ne aggódjon. Előbb-utóbb úgyis minden rendbe jön. Legyen úgy. Köszönök önnek mindent. Olyan sokszor segített, amikor bajban voltam. Ugyan semmiség. Minden jót önnek. Ég áldja. Gyere szívem, ügyesen. Nem támogatom. Dilát muszáj megfigyelés alatt tartanunk. Hisz azt mondta, 48 óra után döntést hoznak. Igaz. Végül bírósághoz fordulunk. Maradnia kell. Dila önveszélyes, és másokat is veszélyeztet. Terápiára van szüksége. És csak bírósági végzéssel tarthatjuk itt, ön is tudja. Doktor úr, tekintsen el a bíróságtól, kérem. Otthon megkap minden támogatást és orvosi segítséget. Személyesen felügyelem a gyógyszerszedést. Csak hagyjuk a végzést. Dila nem maradhat itt tovább, inkább hazaviszem. Firat úr. Az okát viszont nem kötném az orrára. Világos, de megnehezíti a dolgom. Doktor úr, ha Dila itt marad, a családunk valószínűleg szétesik. Kettőnk kapcsolata akár örökre megszakadhat. Nézze, Dila és a család közt én vagyok az összekötő kapocs. Mindent megteszek, hogy innen is kontroll alatt tartsa. Folyamatos kapcsolatban maradunk.
Köszönöm. Nincs nálad jobb testvér. Rám ne számíts többé, ha majd bajba kerülsz, vagy elszúrsz valamit, ne is gyere hozzám. Hazudtál nekem, és ha ez nem elég, egy ártatlan gyerekkel zsaroltál meg. Igen, mert magamra hagytál. Támogattad, hogy Dili házba dugjanak. Én csak haza akartam jönni. Rendben, elérted a célod, de folytasd egyedül. Üdv itthon, Dila. Te meg hol voltál? Ha-ho! Mit keres itt ez a lány? Neked is jó estét. Dila! A szobádba. Mit keresel te itt? Anya, higgadj már le! Megves, kísérd Dilát a szobájába. Tudtam, hogy örülni fogsz nekem. Otthon, édes otthon. Nagy hibát követtél el. Higgadj le, anya. Ez a lány őrült, meg akart ölni. Megvárod, amíg sikerül is. Anya, ülj le és beszéljük meg, higgadtam. Nem maradhat ebben a házban. Vagy elfelejtetted, mit művelt a kórházban? Bíróságra vitték volna. Bíróságra? A 48 órás megfigyelés után kizárólag bírósági végzéssel tarthatják bent az intézményben. Tényleg ezt akarod? Rólunk cikkeznének. A közösségi média és a sajtó rajtunk csámcsogna. A legfiatalabb ájász örökös. Bírósági végzéssel került pszichiátria intézménybe. Szívesen olvasnál ilyet? Dila, akkor sem maradhat itt. Hogy engedhették ki? Milyen alapon engedték haza? Hívom a kórházat. Tessék, a zárójelentésben benne van. Olvasd el, ha nem hiszed. Valami más is történt, igaz? Ezzel a kislánnyal kapcsolatos? Nem, semmi másról nincs szó. Hidd el, amit mondok. Kértem, hogy tartsák bent, de azt mondták, végzés nélkül ez esélytelen. Ennyi történt. Végre. Jó. Aj, drága Megves. Elég ez fáj. Így összenyomsz. Eleget fulladoztam oda bent. Kincsem. Végre itthon. Elég borsos volt az ára, de megérte. És már vége? Jól vagy? Minek lenne vége? Még hogy vége. Csak most kezdődik minden. Menj és készíts nekem valami finom vacsorát, majd éhen halok. Már is indulok, édes kicsi báránykám. De jó. Oh. Ha nem támogat senki, tőlem így is játszhatunk.
talán kérvény nyújtsak be, hogy elővedd a kulcsod. Csak ugráltatod anyád. De anya, vendégeket hoztam, nem akartam csak úgy betoppanni. Látom. Szervusztok. Jó estét, Gölömszer néni. Sajnálom, hogy ilyen váratlanul jöttünk. És ez a bőrönd? Tudod, anya, Elifék egy darabig nálunk maradnak, de később mindent elmesélek. Gyertek, bújjatok be! Rajta! Menj szépen! Vedd le a cipőd! Na, üljetek már le! Ne nyúj hozzá! Kicsikém, semmi baj. Ne nyúj semmihez. Gyere! Günes, később majd játszhatsz mindennel, oké? A szobámban jobbakat is találsz. Megmutassam? Gyere! Gyere! Menjünk a szobámba, ott annyi minden van. Nézd csak, tessék. Szeretnél ezekkel játszani? Fülje. Bele se kezdj, ügy lezárva. Ha anya a baj, tudod, hogy ő mindig ilyen. Várj, ezt nézd. Van itt néhány válfa. Pakoljuk ki a bőröndöt. Ti itt alszatok, én meg odakint. Nem, az kizárt. Miénk a nappali. Nem vitatkozom. Jó, legyen így. Rajta! Várj. Nehéz. Most miben mesterkedsz? Anya! Mivel mától új életet kezdek? Úgy döntöttem, hogy felújítom a ruhatáramat. Ezúttal mit hazudtál, hogy hazaengedjenek? Azt mondják, hogy a kockás minta és a pasztel szín van idén divatban. Kérdeztem valamit! Mivel vetted rá Firátot? Nem láttad a záró jelentést? Azt most inkább hagyjuk! Tudom, hogy te intézted el. A gyerekkel győzted meg? Milyen gyerekkel? Nem te kértél meg, hogy kérdezzem meg Firátot, kinek a gyereke? Így már értem. És szót fogadtál, megkérdezted? Mit válaszolt? De mit mondhatott volna? Egy idegen gyereke. Gondolom, ledöbbentetted a kérdéssel. Ezzel mire célzol? Csupán arra, hogy egy ilyen kis hazugságot is képes vagy elhinni. Most mit bámulsz? Unatkoztam a kórházban. És haragudtam Firátra. Gondoltam, kicsit bosszút állok. És jobbnak láttam, ha téged ugrasztalak neki. Hm? Ez még nem lenne akkora baj. Dilá, mindketten hazudtatok, tudom. De úgy is kiderítem az igazságot.
Ne éld bele magad. Mert úgyis visszaduglak abba a Dili házba. De ezúttal soha többé nem szabadulsz. És megígérted, hogy kimaradsz belőle! Miért csináltad? Dila? Halló, szívem? Hogy került hozzá a telefon? Valami szebbet nem tudsz mondani. Szívem, édesem, úgy hiányoztál, annyira szeretlek, stb. Semmiért? Ezt nem értem. Itthon vagyok. Kijöttem. De... Hogy kijöttél? Most nem tudom elmondani. Találkozzunk holnap. Beszélnünk kell. Jó, találkozzunk, de... Előtte hívlak. Elif, nekem ez így kellemetlen, nem fogtok jót aludni. Hidd el, kényelmes lesz. De ha tovább erőszakoskodsz, akkor kimegyünk sátorozni. Gönes biztos, hogy élvezné. Jó, te tudod, legyen így. Anya, gyere feküdjünk le, ők is aludnának. Nem tudtam nézni a sorozatot, most ismétlik. Anya, kérlek. Odaadom a laptopot, azon megnézheted. Na, gyere! Na! Azon a kis képernyőn nem látok semmit. Anya! Megyek! Elif, ne haragudj anyám miatt. Tudom, a még zsémbesebb, mint szokott. Semmi baj. És igaza van. Fontos vagy nekem, ahogy Günes is. Nálam otthon vagytok. Csak engedd el magad. Jól van, megpróbálom. Jó éjszakát, mókuskám. Szép álmokat. Aludj jól. Te is, drágám. Akkor alszunk végre? Jó éjszakát! Firat? Nem számítottam rád. Baj van? Kérsz valamit? Te mondtad el Elifnek, hogy megvettem a házat. Nézd, én... Mit képzelsz te magadról? Firat, kérlek, higgadj le! Most nem tudok, Szude! Milyen alapon avatkozol az életembe? Hidd el, nem volt bennem semmi rossz szándék. Csak megláttam, oda mentem, és azt hittem, ő is nem, tudja. Nem, még nem tudta! Én akartam neki elmondani. Én!
Majd egy megfelelő pillanatban, de mindent tönkretettél! Mit tettem tönkre, Firát? Mondd! Ha? Mit tettem tönkre? Válaszolj már! Miért? Talán van valami köztetek? Ha? Halljam! Kivele szerelmes vagy abba a nőbe? Suda. Én nem ilyennek ismertelek. Ez nem te vagy. Fejezd be. Hagyd békén Elifet. Gönes! 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 Fülje! Fülje! Mi a baj? Gönes eltűnt! Eltűnt? Nincs itt! Mindenhol megnéztem, de nem találom sehol! Jó, nyugi, csak meg lesz valahol. Keressük. Ah! Az ég szerelmére! Már megint mi ez a szemtelenség? Hogy ronthattok így be? Anya, nem láttad Günest? Ki az a Günes? Fülya! Hová tűnhetett? És ha hazament? Mit keresel te itt? Mi a baj? Itt van... Günes! Szívem! Mit kerestél te oda bent? Megves. Bármilyen apró probléma merül fel itthon, azonnal szólj. Rögvest. Úgy lesz, hívlak, ne aggódj. Köszönöm. Látom, mindenki jól aludt, és jól ébredt. Vidáman, cseverésztek, tele energiával. Én viszont le sem hunytam a szemem. Ráadásul még a kezem is fáj. Neked is jó reggelt, anya. Állj csak meg. Nem reggelizünk, hova ilyen korán? Szeretném befejezni a tegnapi beszélgetést. Ti csak egyetek. Ö,
Ezt kiviszem az asztalra. Megves! Miről sutyorogtatok? Csak megkérdezte, Dila felébredte már. Nem áll jól a színészkedés. Kicsit sem vagy meggyőző. Sajnálom, asszonyom. Legalább azt áruld el, Dila mit mondott. Az jobban érdekel. Persze ismerlek, és tudom, hogy mindent bevet, csak ne kelljen most válaszolnod. Igaz? Kinek az oldalán állsz? A családunk oldalán, Imran asszony. Most is, mint mindig. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi